Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, akik egybe gyűltetek a Szentmise ünneplésére, külön-külön otthonaitokban az Apostol Televízió közvetítésével, a média szolgálat lehetőségével, és most bekapcsolódtok Isten igéjének hallgatásába, majd megnyitjátok szíveteket az Úr Jézus kegyelmi látogatására a lelki áldozásban. A mai szentmisénket elhunyt szülőkért és élő hozzátartozókért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, Te azt akartad, hogy szent fiad vállalja értünk a kereszt gyalázatát, és így megszabaduljunk a gonosz lélek hatalmából. Kérünk, add meg híveidnek, hogy elnyerjük a feltámadás kegyelmét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Prófétája által Isten szenvedő szolgája így beszél. Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet, s én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odatartottam azoknak, akik vertek engem, arcomat meg azoknak, akik szakállamat tépdesték. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköbdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Kiszállhat velem perbe. Álljunk ki együtt, ki az ellenfelem. Jöjjön ide hozzám. Isten, az Úr segítségemre siet, ki ítélhetne el? Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből.
A betániai vacsora után a 12 közül az egyik, akit Karióti Júdásnak hívnak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük, mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust? Azok 30 ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? Ő így felelt, menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, közel van az én időm. Tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a 12 tanítvánnyal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, közületek egy valaki elárul engem. Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt. Csak nem én vagyok az, Uram? Ő így válaszolt. Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla. De jaj annak, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Erre Júdás, az áruló is megkérdezte, csak nem én vagyok az, mester. Ő így felelt, te magad mondtad. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Júdás árulása kérdéseket vet fel, hogy mit is jelent ez a szó, mit takar ez a magatartás, a cselekedet, amit árulásnak mondunk, és aztán jelzővé válik Júdással kapcsolatban, már a Karióti Júdással, hiszen volt egy másik Júdás apostol is, a Tádé. De mit jelent, hogy elárulja Jézust? Nem más ez, gyakorlatilag, vagy az események sorát figyelve, mint Jézusnak a kézreadása, hiszen János evangéliumában olvassuk lépésről lépésre azokat az eseményeket, amelyekben már Jézus életére törnek a farizeusok, a népvezetői, a vallási elit, hogy így mondjuk, mai szóval élve, és keresik az alkalmat, hogy elfogják, vagy ártsanak Jézusnak. Nem tudják, hol tartózkodik, Júdás pedig elvezeti őket Jézushoz, azokat, akik majd aztán elfogják, elhurcolják, és a kihallgatásra, majd pedig Pilátus ítéletére adják Jézust. A barát, a kiválasztott tanítvány árt a barátjának, kárát okozza, és ellenségeinek figyelmét úgy hívja föl Jézus személyére vagy hollétére, hogy ezzel halálra adja őt, a mestert. Szeretném most megfordítani ezt a magatartást. Krisztusi keresztény feladattá és üzenetté, hogy mi éppen az ellenkezőjét tegyük a húsvét ünneplésében, hogy mi éppen az élet urára hívjuk fel a figyelmet, akit ugyan értünk halálra adtak, de aki nekünk életet ad. Az árulásnak az ellentétére szeretném a figyelmeteket felhívni, vagyis arra, hogy mi missziós követként, vagyis
igazi apostolokként hívjuk fel az emberek, a világ figyelmét Jézusra. Mi is vezessük el az embereket Jézushoz, nyilván nem az áruló Júdás szándékával, hanem a hitvallás módján, hogy sokan eljuthassanak az élet szerzőjéhez, az értünk szenvedő, majd aztán dicsőséges megváltóhoz, és mindenki felismerje azt, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez lenne a mi húsvéti küldetésünk, hogy megfordítsuk az árulásnak magatartását, hitvallássá, tanúságtétellé, és nem csak, hogy nem ártunk, vagy nem akarunk hiteltelen magatartásunkkal Krisztus ügyének ártani, hanem hiteles és hitvalló életünkkel Krisztust a világ elé tárni. Ez a mi szándékunk, erre készüljünk most húsvét ünnepén. Amen. Imádkozzunk testvéreim Isten irgalmáért, hogy kegyelmével mindig megmaradjunk a megismert jó útján, és bizonyságot tegyünk róla az emberek előtt. Adj erőt, Urunk, hogy mindig szabad akarattal válasszuk a jót. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a pápa és püspökeink tanításában minden ember megtalálja az üdvösségre vezető utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Formáld, Urunk, az emberi szíveket, hogy parancsaidnak mindig készséges lélekkel engedelmeskedjenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Krisztus által mindnyájan elnyerjük az igazi szabadságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Krisztus szenvedésével egyesítve életünket, legyőzzük az ősbűn átkát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy elhunyt szülőket és családtagokat, akikért a Szentmisét fölajánljuk, viszont láthassuk országodban, és élő családtagjaik pedig elteljenek életadó kegyelmeddel. Irgalmas mennyei atyánk, te egyszülött fiadnak szenvedésével és kereszt halálával megtörted az engedetlenség átkát. Kérünk, teremts belénk új szívet, hogy szabad akarattal készségesen szolgáljunk neked, Krisztus, a mi Urunk által. A 60-as ének 4. versszakát fogjuk énekelni. Köszönjük, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, növelének csücséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szeretet. Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen felajánlott áldozati adományainkat, és add meg, hogy amikor Szent fiat kínszenvedéséről emlékezünk, a megváltás gyümölcseiben is részesedjünk,
Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Már közeledik üdvözítőnk szenvedésének és dicsőséges feltámadásának ünnepe, amikor örvendünk, hogy megtörte az ősi ellenség gőgjét, és újra átéljük megváltásunk szent titkát. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, az elhunyt szülőkről, akikért a Szentmisét fölajánljuk, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon,
hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, most a 144-es éneket fogjuk énekelni.
Kedves testvéreim, most a lelki áldozás következik. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy bizakodva higgyünk az örök életben, amelyet fiat halála szerzett, és ez a szent áldozat jelen valóvá tett számunkra, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a tündöklő keresztfára irányítjuk a figyelmünket, majd a 82-es számú ének első három verszakának eléneklésével. Ez lesz a mai Szentmise befejező éneke. Ma a reggeli Szentmisét szokott módon az Apostol Televízió 5 órakor megismétli, illetve éjfélkor, a Hegyvidék TV pedig itt Budán délután 4 órakor. Holnaptól azonban a Szent Három Nap eseményeiben másként alakul a mise rend, illetve a televíziós közvetítés rendje. Nagy csütörtökön, nagy pénteken és nagy szombaton reggel 8 órakor a Szent Zsolozsmát imádkozzuk, az olvasmányos imaórát, illetve a reggeli dicséretet. Holnap nagy csütörtökön délután 5 órakor lesz élő adásban közvetítés innen a gazdagréti Szent Angyalok templomból. De különleges szolgálatunk és megtisztelő szolgálat felkérés az a lehetőség, hogy délelőtt 10 órakor pedig az Apostol Televízió közvetíti az Esztergom Budapesti Főegyház megye társszékes egyházából, a Szent István Bazilikából Erdő Péter bíboros úr szentmiséjét, a krizma szentelési vagy olaj szentelési szentmisét, amit a Főegyház megye Facebook és YouTube csatornáján is meg lehet tekinteni. Ez tehát a különleges alkalom a holnapi napra, de még hozzáteszem azt is, hogy a gazdagréti szentmise közvetítés után még este, holnap Rómába is elmegyünk, ahonnan Giovanni Battista Re bíboros szentmiséjét fogjuk majd közvetíteni a Szent Péter Bazilikából. A többi nap eseményeiről majd minden alkalommal a reggeli imádságunk alkalmával fogok beszámolni, és így hívom fel figyelmeteket arra a lehetőségre, hogy miként tudunk majd együtt ünnepelni ebben a zárt jellegű idei húsvéti ünnepen és ennek az esemény sorában. Kérjük most az áldást, a megerősítést és a járványból, ami előbbi kiutat, enyhülést. Az Úr legyen veletek, áldjon, védelmezzen és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, Magyarok szent őrangyala,
Szent Pió és Szent Sárbel atya, minnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,